Sziasztok, Táj vagyok az LNDHQ-ról, és a következő 60 percben egy 9. kiadású Warhammer 40.000 csata jelentést láthattok az eddig megszokottaktól merőben eltérő formátumban. Először is ismerkedjünk meg a játékosokkal és a seregekkel. 2003 óta foglalkozom Wargame-mel, kezdtem Mage-Knight-tól, nagyon gyorsan átálltam Warhammer-re, és azóta voltak ilyen több irányba is kilengéseim, drop lead, drop zone. 40k a fő profil, és valószínűleg az is fog maradni. Azért a Tau-t választottam, mert a baráti társasággal, amelyikkel elkezdtem, ezt nem választotta be senki. Hát valamint, mint nagy anime fan régóta, nagyon tetszett a jó kis mecha feelingje az egész frakciónak. Levivel is játszottam már párszor. Volt már olyan is, ami felvételre került, általában csak civilbe. Hát eddig ő álnyelésre, hogyha a mérleget nézzük. Hát mivel a Death Guard ugye legendásan nehezen hal, jó mentők, magas szívóság, damage negálás, az egyetlen dolgot teszem, amit tehetek, nyakába borítok egy vödör kockát. Szerintem egy 5 éve játszom 40k-t. 7. kiadás végén csatlakoztam, nem tudom, hogy az időben mennyi. Azóta annyit játszottam, hogy nem figyeltem az éveket. De ezen kívül még Blackstone Fortress-ezem és Kill Team-ezem. A szerbiai világbajnokságon, illetve a zágrábi európai bajnokságon már többször jártam. Káosz seregekkel játszom leginkább, Death Guard-dal, Alpha Légióval, World Eater-rel, illetve Red Corsair-zel is nagyon szeretek még játszani. Ezen kívül van még egy kis Dark Angel és egy kis Sisters of Battle. A Duci az egy nagyon jó ellenfél ebből a szempontból, mert az ő serege szerintem az nagyon erősen countereli a káosz seregeket, úgy áll ezt uzamban, úgyhogy érdekes meccs lesz. Az, az igazság, hogy ebben a kompozícióban az én seregem az egy kicsit defenzívebb és szívósabb, az övé pedig szerintem inkább egy kicsit az a glass cannon, tehát vagy nagyon-nagyon durván nagyon sok mindent le fog tépni az asztalról, vagy pedig egy kicsit ilyen elnyújtottabb, ilyen álló harc lesz. Nem tudom, hogy melyik lesz a vége. Mind a két variánsra föl vagyok készülve, aztán majd meglátjuk. Levi Mortarion kedvenceit két patrol detachmentbe szervezve hívja harcba a mai napon. Ezek közül az első a Poxmongers Plague Company elit harcosait tartalmazza, akik egy Malignant Plague Caster vezetésével vonulnak hadba. A troop választás ebben a detachmentben 5 darab Plague Marine-ra esett, akik nem hagyták otthon a mérget frecskelő ránkszólójukat, illetve a fertőző gránátokat kilövöldöző gránátvetőiket sem. Elite slotban egy Foul Blightspawn, Fast Attack slotban 3 Mifitic Blightholer, mindegyikük rakétavetőkkel, multimeltákkal és Blightspurokkal, Heavy Support slotban pedig 2 Plague Burst Crawler, a Death Guard sereg csodálatosan undorító nehéz tüzérsége, mindkettő entropik kanonokkal szerelve, és természetesen az elmaradhatatlan 48-ra tizelő Plague Burst mortárokkal, amik a célpont bejelentéshez nem igényelnek direkt rálátást. A második patrol detachment a The Ineroxible Plague Company-ból került kiválogatásra, őket egy Lord of Virulence vezeti. Ezt a detachmentet nem kevesebb, mint 15 darab Plague Marine erősíti 3 unitban troop választásként. Elite slotban a csapat fő ütőeleje, 5 darab Blight Lord Terminator különböző közelharci fegyverekkel. A csapatot elkísérte természetesen egy Talion is, és mivel 3 a magyar igazság, ezért a Heavy Support slotban ebben a detachmentben is megtalálható egy Plague Burst Crawler, aki viszont az entropik kanonok helyett Plague Spitterekkel van szerelve. Mindez összesen 2000 pontnyi tömény undor, avagy nörgő gyermekei a harcmezőn. Mindenki kedvenc űrkommunistáig 2 patrol detachmentet küldtek nörgő hordáinak pacifikálására. Az első ezek közül egy custom sept, aminek Duci a Hardened Warheads és a Soldier in Arms képességeket választotta. A csapatot egy XV-8-as Crisis Battlesuit vezeti, a Tau sereg lelke, a szellemi vezető is ebben a detachmentben található. Egy Eterál, aki egy Hoover drónon utazva próbálja speciális képességeivel segíteni a Tau sereget. Troopslotban 2x5 Fire Warrior, tehát 2 darab Strike Team található, akiknek az elsődleges feladatuk nyilvánvalóan az objektívák biztosítása lesz. Duci egyik elit választása a Tau technológia csúcsa, az XV-104-es Riptide. Ez az elképesztően szívós és hatalmas tűzerővel rendelkező Battlesuit,
beépített Nova reaktorának túltöltésével képes akár a támadó, akár a védekező potenciáját jelentősen megnövelni. Fasztatak slotban 4 darab Vespid, akik képesek szárnyaik segítségével a csatatér felett cirkálva figyelni az eseményeket és bárhol beavatkozni, ahol a Tau generálisnak szüksége van rájuk. A Tau sereg fő tüzérsége, 3 darab XV-88-as Broadside, teletömve Smart Missile Systemekkel és High-Yield Missile Podokkal, és őket elkísérte 2 darab MV-7-es Marker drón is. A másik Patrol Detachment a Farsight Enclave-ből került ki. Ezt a csapatot 2 XV-86-os Cold Star Battlesuit vezeti, mindketten 4-4 Fusion Busterrel vannak felszerelve, Troop szekcióban 2 darab Breacher Team, tehát ismét Fire Warrior-ök, azonban itt mindkét csapatot elkísérte 1-1 MV-4-es Shield drón is a csatába. Elite szekcióban a Tau hadsereg sörétes puskája, XV-8-as Crisis Battlesuit-ok, Airbursting Fragmentation Projectorral felszerelve, ezek a srácok 10D6 darab támadás leadására képesek, fasztattak szekcióban 2 darab tetra, amik a Tau sereg felderítői és célpont megjelölői, és végül de nem utolsó sorban az eddig is igencsak mozgékonynak mondható Tau sereget elkísérte még 2 darab DX6-os Remora Stealth drón is. Ezek az apróságok akár 30 incset is képesek mozogni egy normál mozgás keretein belül. A csata a Grand Tournament 2021 szabályainak megfelelően zajlik, a küldetésünk pedig az Overrun, ami azt jelenti, hogy az elsődleges objektíva beteljesítéséhez a játékosoknak körük elején legalább 2 objektíva markert kell fogniuk, ebben az esetben 5 victory pontot kapnak, amennyiben 3-at vagy többet foglalnak, további 5 victory pontot kapnak, és hogyha az összes foglalt objektívájuk száma magasabb, mint az ellenfél által foglalt objektívák száma, akkor még 5 pontot kapnak. Ducimax a Tau seregnek a Retrieve Octarius data, az Engage on All Front és a To the Last másodlagos objektívákat jelölte ki a csatára, tehát meg fogja próbálni a jelenlétet fenntartani mind a 4 asztalnegyedben az Engage All Front miatt, ehhez kapcsolódóan minél több asztalnegyedben egy akciót is megpróbál majd végrehajtani, hogy megkapja a Retrieve Octarius datát, valamint a To the Last miatt megpróbálja majd életben tartani a Broadside-okat, a Riptide-ot és a Crisis Battlesuit-okat. Tartaléknak egyedül a Vespideket jelölte ki, akik saját képességük a szárnyai segítségével tartalékban kezdik a csatát és a második körtől majd bejöhetnek a Reinforcement stepben, és a seregépítést, valamint minden egyebet összevetve összesen 5 darab CP-vel fogja kezdeni a csatát a Tau sereg. Ezzel szemben Levi a Nurgle csapatnak másodlagos objektívának választotta a Spread the Sickness-t, az Assassinate-et és a To the Last-ot, tehát meg kell próbálnia minél több objektíván akciót végrehajtani, amivel úgymond megfertőzi azokat, és ez számára VP-t generál a csata végén. Ezen felül meg kell próbálnia elkapni a Ducimax commandereit, illetve az Etherealt, hogy az Assassinate-ből victory pontokat tudjon generálni, valamint nagyon kell vigyáznia a Mipitic Blight Hauler-jeire, az egyik kiválasztott Plague Burst Crawlerre és a Terminátorokra is. Így aztán talán nem meglepő annyira, hogy a Terminátorok Levinél is az asztalon kívül kezdik a csatát, és majd a második körtől érkezhetnek valahová. Mindent összevetve, a Nurgle sereg 6 CP-vel kezdi a küzdelmet. Oldalválasztás. Egy szép 6-os. Melyik oldalt szeretnéd, Duci? Ezt az oldalt szeretném. Jó. Az első roll-off a Tauknak kedvez, Ducimax pedig az épületekkel kevésbé, de erdőkkel jobban takart oldalt választja. Megkezdődik a deployment. A deployment mindkét játékos részéről finom puhatolódzással indul. Duci először a Fire Warrior-okat és a Strike Team-eket helyezi az asztalra, Levi pedig Plague Burst Crawler-ekkel és Plague Marine-ekkel, valamint a karaktereivel válaszol. Mindkét játékos próbálja kitalálni, hogy az ellenfél hova fogja pozícionálni a nagy tűzerővel rendelkező, és a kölcsönösen kiválasztott To the Last objektíva miatt victory pont szempontjából is nagyon fontos egységeit. A csiki-csukiból végül is pedig Ducimax kerül ki talán egy kicsit jobban, hiszen neki kettővel több unitja volt, így a Broadside-ok és a Riptide már úgy kerülhet fel az asztalra, hogy a Tauk tisztában vannak az összes Death Guard unit pozíciójával. A deployment végére a Tauk egy erős centert hoztak létre, Broadside-okkal az Etherealal, a két Tetrával és némi gyalogsággal, amihez a Riptide is csatlakozott, egy erősebb szárnyat, ahol a krízisek némi gyalogsággal és egy commanderrel fognak előre törni, és egy gyengébb szárnyat, ahol egy commander, néhány gyalogos és egy Remora drón fogja próbálni megkerülni a Death Guard-okat. Levi ezzel szemben a három Plague Burst Crawlert egymástól nagyjából egyenlő távolságra helyezve próbálja uralni a saját oldalát, a Mipitic Blight Howlerek próbálnak a konténerek fedezékében maradni, és ő is létrehozott egy erős centert a gyalogosaiból. Nincs más hátra, lássuk a kezdődobást! G2
Sikerült egy hatos dobnom, úgyhogy kezdjük a játékot. Kösz, Duci. Jó játékot. Szeretném, hogyha a varázslóm az kijelölné a Mipitic Blight Howlereket. Az első command fázisban a Mipitic Blight Howlerek azonnal egy 4-es imbut kapnak nevű varázslójától, és a Tellyman is sikeresen dob 7 fölé plusz 1 CP-ért, így növelve 8-ra a Death Guardok CP mennyiségét, amiből azonban Levi 2-t azonnal el is használ egy Blight Bombardmentre, amivel megpróbálja fellazítani a Tauk középső alakzatát. Így egy döntésre kényszerítve ellenfelét, vagy megmozdul a broadside-okkal is mindenkivel, aki ott áll, vagy kénytelen lesz elszenvedni a bombázás szörnyű hatásait. Az okos seregépítésnek köszönhetően pedig Levinek ez csak 2 CP-jébe kerül 3 helyet, hiszen a Lord of Virulence egyel csökkenti a Stratagem CP költségét. Maradt még 6 CP-je. Ezután a Death Guard gépezett mozgásba lendül. A baloldali Plague Marinosztag az Advance-val 5-öt. Nurgle hívei azonban nem villámlépteikről ismertek, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy Levi egyik Plague Marine osztaga újradobás után is csak egyet tud advanszolni. Egyet. Ez kellemetlen. Unlucky. Jó van. Az így elpazarolt CP miatt biztos kapnak majd egy kis dolgálást. Beállok ide. A mozgásfázis végén Levi egyik Plague Marine osztaga a Spread the Sickness másodlagos objektívát teljesíti be, a leghátsó objektíven. Következzen a Psychic Phase. Levi első varázslata egy Miasma of Pestilence a Mipitic Blight Howlerekre. Kihozom a varázslatot, ha kijön, de reméljük, hogy kijön, 6-tal ki kéne jönnie neki. Azzal nagyon kijön. Következő varázslat egy Purescant Vitality a hátsó Plague Marine osztagra, ez a varázslat is sikeres. Következzen a lövésfázis, lássuk, mire mennek a Plagueburst Scrollerek és a Mipitic Blight Howlerek a fejlett Tau technológia ellen. Disgusting Force nevezetű kártyát fogom kijátszani, ez egy darab CP-be kerül, és most már csak 4 CP-n van. Én erre az egységre szeretném kijátszani. Azt csinálja, hogy a mortár az mortár gundokat is fog okozni a körülötte lévő egységeknek. Valamint fix 3 lesz a damage, ami nekem egy kicsit kellemetlenebb. Nem meglepő módon ez a Plagueburst Crawler minden fegyverét a broadside-okba lövi. Még úgy is, hogy az erdő miatt mínusz 1-et kap a tuitre. Kezdeném a 2 darab Entropy Kanona, ami most már 4 pluszon fog találni. Az egyik talált. És ez sebez is. És ez sebez is. És ez mínusz 4-gyel. De nem kívánom megjátszani azt a mentőt, úgyhogy ezt átdobom az egyik drónnak ott mögöttük. Oké. Okay. 2 pluszon ez meg is történik. Megtörtént? Az megtörtént, akkor az a drón az füstölökbe elköszönt. Jó, és akkor most jön a nagy ágyú, majd a sikerült dobnom 4 darab mortárt. Amiből egy semmit talált. Áú! Ez a roppant kellemetlen two-hit dobás nem csak azt jelenti, hogy Levi elesett az ágyú plusz egy sebzésétől, de mivel a mortál nem talált, ezért mortar wound-okat sem oszthatod ki a támadás végeztével. Ez szintén ugyanezt fogja csinálni. Egyik talál, nem talál. Viszont nem sebez. Viszont nem sebez. Szuper. És akkor nézzük a D6 lövést. 3 plusz. De nem az én napom. Jó, egy darab sebet kiosztottunk. Minusz 2-vel az 4 pluszot kell dobnom. Az megvan. Siker. Oké. A kockák úgy tűnik ma nem kedvelik Levit, hiszen távolsági tűzerejének fele egy Stratagemmel megtámogatva és csupán egyetlen egy drónt tudott eddig levenni a tauseregből. Blight Howlerek ugye csak a rakétákkal érem el. Fejenként egy a rakéta? Igen. Ez 3 darab, 3 plusz. Ez talál minden. És sebez 2. Ez 2 darab. Van még ott drón, úgyhogy az egyiket megpróbálom átdobni. Másik drón is füstölögve elköszönt, a másik pedig egy mínusz 2-vel 4 plusz. Az nincs meg, D6 damage, 2-t bekapott. Levi már csak a lángszórós Plagueburst Scrollerébe reménykedhet, azonban ezt nem használhatja majd a broadside-ok ellen, hiszen egy épület blokkolja a lálátást. Oké, jó, hát akkor a 2 Blight Launcher, ugye mínusz 1-el, mert az erdő miatt. Talál egy. Egy talál is. Sebez. Ne.
De ez végfegyver, így sebez, mínusz 2-2 sebb fix, azt hiszem. 6 plusz. Az nincs meg, egy figura az így le lett gránátolva. Az utolsó tarackos tankkal is tüzet nyit Levi, egy CP-jel elhasznál egy Overwhelming Generosity-t, amitől a tank lángszórója 6 incset kap a lőtávjához, így az objektíván álló Fire Warrior-ök már range-be kerülnek, a lángszóró és az egyéb fedélzeti fegyverek rájuk nyitnak tüzet, míg a Mortal továbbra is a broadside-okat igyekszik amortizálni. Nézzük, hogy mennyit dob a Flamer. Ez egy 10 darab. Csak wundolnom kell. Oké, okay. Hát akkor az most legalább 10 darab. Ők köszönik szépen a részvételt. Vagyis a lángszórós számítás bejött, a Firewall-ok elpusztultak az objektíván, a broadside-ok viszont úgy tűnik teljes létszámmal élik túl Levi shooting fázisát. Egy darab bement, az kettősebb fixen ugyebár. Akkor ő 4-et kapott be. És ezáltal a Death Guard-ok első teljes körét is, hiszen Levinek semmivel nem sikerült roham távolságon belülre érnie. Tehát az első körében Levinek 3 victory pontot is került szereznie a Spread the Sickness-ből, és 3 CP-je maradt még. Valószínűleg nem túl elégedett ezzel az eredménye. Borzasztó volt. Ugye Alice to the Man, az egész fázis az egy nagy kacsosz volt. A PBC-k semmit nem csináltak. Marinoknak nem is feltétlenül lett volna más dolga, legalább, hogy odaérjenek. Így se sikerült odaérni, úgyhogy körülbelül kapaszkodhatok. Nagyon kevés sebet osztottam ki, ahhoz képest, hogy mennyi erőforrás dedikáltam, az összes CP-met ugye már kibörnöltem, tehát tulajdonképpen olyan nagyon sok meglepetés már nem nagyon lesz. Most, hogyha ebben a körben, vagy a broadside-ot, vagy a baloldali osztagot nem tudom megsemmisíteni, akkor ennek a játéknak egyébként vége van. Lássuk a tauk válaszát. Lucimax a command fázisában egy CP-t kap, így már 6 CP-vel rendelkezik. A Remora drónok azonnal előre nyomulásba kezdenek a széleken, Crisis Suit-ok is igyekszenek minél közelebb kerülni, hogy a legtöbb ellenfélen használhassák a fegyvereiket, ezután pedig a Tau parancsnok megkezdi a center kiürítését, hiszen nem szeretne nagyon sok mortal woundot kapni Levi következő command fázisában, amikor a Blight Bombardment majd beindul. Broadside-ok 5-5 tudnak menni. Tehát akkor mindenképp benne maradsz a range-be, ha csak nem advanced-olsz. Nem szeretnék, úgyhogy ők ezt bevállalják. Az Ethereal bekapcsolja a Sands of Stone-t, amivel maga körül egy 6-os fill nopét biztosít mindenkinek, ezután a Liptide aktiválja a Nova reaktorát, 3 pluszos invumentőt szerezve, de nem sikerül elkerülnie, hogy sérüljön. Miután a legtöbb unit kiért a bombázás veszélyzónájából, a másik szárny is megindul előre. Ők itt advance-elni fognak. Az szép. Én elhasználom a maradék 2 darab CP-met, Cloud of Flies, kénytelen vagyok erre a unitra rárakni. Úgyhogy azokat nem lőheted, ha csak nem a legközelebbi. Szép. Remora drone megpróbálja Marker Light-tal megjelölni a Plague Burst Crawlert, ami sikertelen, így a rakétái is célt élvesztenek, géppuskáival azonban támadhatja a Plague Marine osztagot, hiszen számára ők a legközelebbi célpont. Oké. Okay. Hoppá. Egyeseket újra fogom dobni. Összesen egy wound. Persze Lucimaxot sem kell félteni, hogyha trükközésről van szó. A Riptide elhasznál egy multispectrum sensor array-t, amivel mindenféle covert figyelmen kívül hagyhat, majd a nagy ágyúival tüzet nyit a szélső Plague Burst Crawlerre, kis rakétáit pedig az advanszolástól megfáradt Plague Marine-okra süti el. 4 pluszon fogok találni, és nem sikerült már kell lejtolni, úgyhogy nincsen újra dobásom. 3 plusz. 3 darab démon mentő, semmi. Uff, ez bizony megsínlette a Plague Burst Crawler. Oké, akkor maradt egy sebe. Továbbá a kis rakéták mennek a kis osztagba. És nincs fedezék. Akkor egy sebet bekaptam. Na most az egysebes tankra. Erre a commanderre. Hát igen, muszáj mindent ellőnöm, mert a kis osztagot már nem célozhatom. Nincs egyes, viszont kettő mellé ment.
az egy darab bement. Ez az. Ez bizony egy nagyon szerencsés hatos dobás volt. Így a Plague Scroller egy HP-n továbbra is kitart. Most jönnek a broadside-ok. Nem, csak a commanderem. 5 plusz, egyesek szintén újra dobva. Nem szeretnék 5 plusz. De kapok 3-at, 4-et. Akkor 4 darab imbu mentő az egysebesnek. Majdnem, de inkább nem. És akkor nézzük, hogy robbanik-e. Nem. Ez egyből 5 pontot ugye tőlem megállni fog, és ez a tank ez elköszön. Furcsa is lett volna, hogyha két commander és a Riptide tűzerejét is kibírja a Plague Burst Roller. Ők innen meglövik a másik rollert, amiből talál 4. Egy darab command pontért cserébe, egyet újra dobok. Megvan az 5. És elérkeztünk a broadside-okhoz, akik a nagy rakétáikat az most már 5 Marker Light-tal megjelölt Plague Burst Scroller-be lövik, kisebb rakétáikkal pedig a már Riptide által megsebzett Plague Marine-okra nyitnak tüzet. 3 pluszon megy, egyesek újra dobva. 2 darab egyesen van, újra dobom. Ez D3 seb fog lenni, ha meg tud sebezni. Ami nem biztos, mert 5 pluszon fog. 8 darab mínusz 3. Ebből sikerül megdobni 3 darabot. Tehát 5 darab. 5 darab D3-as damage, abból mínusz 1. 8 damage összesen. A Plague Burst Scrollernek 4 húgya maradt. Smart Missile-ok pedig a osztagba, az 4 pluszon lesz, reroll nélkül. 4 plusz. 9 darab mínusz 2-vel fedezik nélkül. 5 plusz. Mivel már volt egy sebesült, ezért 3 Plague Marine húnyt el eddig. Következnek a Crisis Battlesuit-ok. Meg fogja lőni a tankot. A tankot. Az 10d6 lövés. 29 lövés. 4 pluszon. 6-osan bundulok. Az 1-2-3-4 darab, mínusz 1-jel. Nos igen, a sörétes puska nem a legjobb fegyver a nehéz páncélzott tank ellen, azonban Levi nem túl szerencsés mentődobásainak köszönhetően még így is 4-et sérült a Plague Burst Scroller. A Ducimax sem jelent be rohamot, így nem alakul ki közelharc, ez a morádobás pedig meggátolja azt, hogy a 3 veszteséggel rendelkező Plague Marine-okból esetleg elfussanak néhányan. Ducimax ebben a körben 3 victory pontot szerzett az Engage All Front miatt, sikerült elpusztítania a To The Last szempontjából Levinek egyik fontos Plague Burst Scrollerét, CP-ből összesen 2-t költött, így 4 CP-vel vág neki Levi körének. Én teljesen máshogy emlékeztem, hogy hogyan működik a Plague of Fly, szóval igen, ez meglepett. Krízisek még így gyakorlatilag nem csináltak semmit, és még így is többet, mint amennyit illett volna abba a crawlerbe belerakniuk. Sajnos elkövettem egy nagyon nagy hibát a köröm alatt, mégpedig, hogy elfelejtettem akciózni Octarius Data-ra. Remélem ez nem harap bele a hátsomba így a játék során. A második kör elején Levi már 2 CP-vel rendelkezik. Lássuk, mire megy a Blight Bombardment. Nézzük akkor a broadside-okat. A D6-ot semmiképpen nem kaphatnak. Mit kapnak? 2-t, tehát akkor D3-at fog kapni. Ez egy darab mortál wound-ot sikerült rá. Arra az egy darabra dobok egy 6 pluszos filnopaint. Nem sikerült, úgyhogy a broadside, ez a kis sérült, az lement egy sebre. Strike team. Viszont infantry. Ugyanúgy csak D3. Kétső. Oké, nincs kérdésem. Ez meglehetősen szolid eredmény. Egy mortal wound a broadside-okba, és 2 mortal wound a strike teambe, amit azonban Duci egy dupla 6-os field open-nel könnyedén kivéd. És a Death Guard sereg a foglalással sem lehet túl elégedett, hiszen a primary-ból csupán 5 VP-t kapnak ebben a körben, mert 2 objektívát sikerült foglalniuk a command phase végén. Azonban Levi nem fogyott még ki a trükkökből, hiszen az előző tau körben a Cloud of Flies-al megvédett Plague Marine-jainak parancsnoka egy advance után úgy dönt, most beveti titkos fegyverét a pálya szélén előre lopakodó tau commander ellen. Ez pedig nem más, mint a Plague School of Cotilla.
a Káosz bajnok mumifikált koponyája, a Dead Guard sereg egy nagy becsben tartott terekéje, amiben nagyon kis távolságra, de hatalmas mennyiségű mortál wundot képes okozni. A képesség úgy néz ki, hogy 7 darab kockával kell dobnom, és minden, ami 4 és 5, az 1 mortál wund, és ami 6, az D3 mortál wund. De fájni fog. De csak 3 darab mortál wundot okozott. 3 darab mortál wund, ez... Sikertelen merénylet után a lányszórós PBC előretör, mögötte a megtépázott gyalogság és egy karakter biztosítja az objektívát. A jobb szárny és a center is mozgásba lendül, a Dead Guard gépesített unitok lopják a távolságot. A mozgásfázis végén egy újabb objektívára kerül rá a Spread the Sickness, ami Levinek 3 victory pontot jelent. És akkor most már megvan ez, meg megvan ez az objektív, tehát már csak ezt kell valahogyan összeimádkoznom. Rövid gondolkodás után a hadvezér úgy dönt, hogy a terminátorok érkezése még korai lenne, egyrészt mert nincs ideális rohamcélpont, másrészt pedig, mert a To the Last miatt Levi nem kockáztatja, hogy a még mindig jelentős Tau tűzerő esetleg elpusztítsa a fontos egységet. Következik a Psychic Phase. Egy sikeres Miasma of Pestilence a jobb oldali Plagueburst Crawlerre, a Purescent Vitality azonban ebben a körben nem sikerül. A lövésfázis legelején a Plague Marine-ok megpróbálják kivégezni a sérült Tau Commandert gránátvetőjük segítségével, de nem érnek el találatot. Ezek után Levi az előre tolt és valószínűleg halálra ítélt középső Plagueburst Crawler tüzét 3 irányba is megosztja. Lángszórókat az belenyomom a broadside-ba, a 6 darab lövését a fedélzeti ágyúról az belenyomom a drónokba, és a mozsárágyút pedig megpróbálom rá lőni a commanderre. Neki 4-es imbuja van? Vagy? Commanderek nincs imbuja. Nincs imbuja, nagyszerű. Akkor kezdjük vele, ő az érdekesebb. Hajrá! Oké. Okay. 2 darab lövés. Talán mind a 2. Sebez 1. 5 pluszom van. Megdobtad, szép. Jó, akkor jöjjenek a fedélzeti ágyuk. És mivel bennállsz abba az erdőbe, azért Andra sincsen minuszod. Első 4 plusz, megvan. Második 4 plusz, az is megvan. Harmadik 4 plusz, az nincs meg. A 4 pluszos mentői drónnak van egy 5 pluszos finnopénye is, mert az pajzsdrón. Nincs meg. Hát akkor ő elköszönt. 150 pont, lelőtt 10 pontot. És akkor most jön a lángszóró, nézzük, hogy mennyit dob. 4-et. Nézzük meg, hogy mit csinál. 3 plusz. Nincs meg, hát akkor egy broadside, az elköszönt. Mindösszesen egy pajzsdrón és egy broadside. A kockák úgy tűnik egyelőre, nem túl kegyesek a Dead Guard sereghez. Néhány kapáslövés után, amitől egy tetra elpusztul, Levi beízítja egyik karakterem méregköpőjét. Egy CP-ért elhasználom szintén ezt a Overwhelming Generosity, és megnöveli a lőtávját a lángszórós csóka. 2, végülis 100%-kal több lett. Ereje? S8 lesz. Ajjajjajjajjaj! És az egyest ezt újra dobhatom, de szerintem nem sebzett. A felturbózott méregvető semmilyen kárt nem tesz az ellenfélben. Akkor a Blight Launcher-es az belelő ide, ő meg ugye hátrafelelő. Akkor először megy a repülőre, -1 to hittel. 6-osan ugye extra hitet generálok, mert legalább ott van az az egy szem csávó. 5 plusz. Akkor 2 darab. 2 plusz. 2 plusz. Egy seb ott is beszalad. Minden mesterkedés ellenére úgy tűnik a leghatékonyabb Dead Guard tűzelő a Plague Marine-októl érkezik, ugyanis kézi fegyvereiknek egy újabb tetra esik áldozatul. Se baj, indulhat a másik Plagueburst Crawler. Nem szeretnék még 4 darab Fusion Blastot, úgyhogy azt a mortar lövést azt kénytelen vagyok oda dedikálni. A 2 darab Entropy Cannont azt pedig belelövöm a broadside-okba, és a kis lövést, az pedig 3 darab lövés lesz. Azt meg belelövöm a fal mögött álló csákóba. Kezdjük azzal a lövéssel, 3 darab lövés. Sebez, -1-jel. +1 a fedezék miatt, de kevés, úgyhogy egy lehullott. Akkor 2 darab entropi. Hát...
Jó, nincs olyan rollom, úgyhogy ez van. És akkor nézzük, hogy mennyit lövök hátra, az viszont egy szép 5 lövés. 20. 4 pluszon. Van 3. is benne 3 darab találat. 3 plusz. És plékfegyver. 3 darab. Is van. Ez az. Minusz 2-vel. Most megvagy. De megem. 3 VP az Assassinate-hez. Nurgle hívei a fázis végére hagyták a főtűzi játékot, jönnek a Mipitic Blight Howlerek. Full melt a tűz a broadside-okba, és rengeteg fegrakéta a hátul bujkáló gyalogságba. Kezdjük a multimeltával. 3 plusz. És ez jó is. Ez mindben van. Le. Hát... Az dobd újra, please. Nem, ez semmi, ez 5 darab, és akkor egyesével kérem a damage-eket. 4. Az benne is van mind a 4. Tök mindegy az a 6-os, mert egyet megöltél. 6. Gyerünk! Egy seben ott maradt, és még van 2 kockád. Oké. 4. Most haltam. És akkor nézzük, hogy le tudom előni azt az osztagot. Az nagyon jó. Aj. Nagyon jó. 3 pluszon. És akkor van ennyi darab mentőd, nincs rajta AP. Nagyon remélem, hogy elpusztulnak. Úgy tűnik, fordul a szerencse. A broadside-ok elhamvadtak, oda a tausereg fő tűzereje. Azonban a gyalogság megmenekült, egy fantasztikus dobássorozatnak hála. Levi nagyon szeretné bekötni a kríziseket, ezért a Plague Burst Coral rohamot jelent be rájuk. Lássuk a hírhet ingyenes tau overwatchot. 10D6. 39 lövés. Nem rossz. 6 plusz 1-es újra. 10 találat. Az 3 darab. De csupán 1 wound. Cserébe azonban a roham sikertelen, így a Dead Guard-ok nem tudták bekötni a kríziseket. Levi a második körben 3 VP-t szerzett a Spread the Sickness-ből, 3 VP-t az Assassinate-ből, 5 VP-t a foglalásból, és sikeresen elpusztította a broadside-okat, ami komoly csapást jelent a tausseregnek, a To the Last másodlagos objektíva szempontjából is. A Dead Guard-oknak mindösszesen 1 CP-je maradt. De örültem volna, a Plague Burst Scroller tank is beér közel harcba. Az nagy segítség lett volna akkor. Kicsit már van fény az alagút végén, és ott egy-két olyan dobást sikerült kivitelezni, amivel ellensúlyoztam azt, hogy az első két kör az szerintem borzalmas volt. Nem biztos, hogy elég az, hogy én mennyire jól használom az egységeimet. És ugye a CP visszanyeréseket is kicsit nem a legpotenciálisabban használtam ki. Lássuk akkor Ducimax válaszát. A tauk 4 CP-vel rendelkeztek, amihez most egyet kapnak, így már 5 CP-jük van, és a command phase végén 3 objektíva fogva, ez már is 10 VP. Nem indul rosszul. A remorák berepülnek a DG sorok mögé, az egyikük kifejezetten közel kerül Levi kaszteréhez, az Ethereal ismét bekapcsolja a Sense of Stone-t, ezzel 6-os field no-paint biztosítva, a Riptide Nova reaktora is működésbe lép, a 3 pluszos invó érdekében, a Mortal Wound-ot most sem tudja elkerülni, így már csak 12 wundja marad, a maradék tausereg pedig minden fronton előre nyomul. Vajon mit tervez Ducimax? A mozgásfázis végén ezúttal nem marad el az akció sem, Retrieve Octarius data egy asztal negyeddel kevesebb. A Remora drón 2 CP-ért megpróbálja egy Firestorm-mal kellemetlen helyzetbe hozni Levi Plague Casterét, 4 pluszon D3 Mortal Wound, ez így nagyon nem érte meg. A tauknak 3 CP-je maradt még. A Firestormot az teljesen elpocsékolt dolognak éreztem, nem csak azért, mert nem jött össze, hanem mert igazából nem is okozhatott volna annyit, amennyi számított volna, hát ott eldobtam 2 CP-t magamtól. Így alakult. Ők rálőnek erre a tankra, és egy CP-ért cserébe egy valaki gránátot fog dobni, méghozzá egy EMP gránátot. Az EMP gránát az egy nagyon jó dolog, főleg, hogyha van a közelemben jármű, hiszen a tau gránátok 12-re mennek. Azért 12-re okozni D3 mortal wound-ot egy járműnek, ez teljesen jó. Talál.
Az azt jelenti, hogy D3 Mortal Wound-ot szenved el a jármű. Lucinek már csak 2 CP-je maradt. De ez sem sokáig. Következő trükkje egy Coordinated Engagement, ami mindkét maradék CP-t felemészti, azonban a krízisek úgy tüzelhetnek az eddig légyfelhőbe burkolódzó Plague Marine-okra, mintha 5 darab Marker Light lenne rajtuk. Ahhoz plusz 1. 5 plusz, és ez reroll nélkül, mert még azért messze vagyok. 7 darab összesen. Kevés. Akkor 4 sebbe jött. Rengeteg lövés, rengeteg találat, de csupán 4 wound elég szolid eredmény. Se baj, a riftát javíthat. A kis rakéták a maradék Plague Marine-okra, a nagy ágyú túltöltve a Mipitic Blight Hallowerre. A nagy ágyú természetesen megint overcharge profillal fog működni. Viszont ez most reroll nélkül. Akkor bekaptam 1 Mortal Wound-ot. A túltöltött fegyver hátránya. Kapásból egy Mortal Wound vissza. Egyetlen sebb, és az is levédve. De majd a rakéták? Sebez 1 darab, mínusz 1-jel, és nincs cover. De az jó. Az jó. A riftár teljes tűzereje egyetlen wound-ot okoz, azt is saját magának. Ő mindenét ereszti a Plaguecasterbe. 1 darab Marker Light. Bent van. 4 plusz, 1-es újra. Az D3. Az 1 darab. 5-ös Feel No Pain. Bekaptam sajnos. Géppuskái. Remélem, hogy nem rontom el egyiket se. De jó, mi történik itt? A Tau lövésfázis kész rémálom. Duci alig sebez be, és Levi most megdobál minden mentőt. Lőnek ők. Kérdés, hogy hova? Hát szerintem a tankra, mert nagyon más célpontjuk nincs. 4 pluszon talál, 5 plusz. Megvan. 2 talál, és egy sebez AP nélkül. Lementem 3-ra. Ez a commanderem azt fogja csinálni, 2-vel lövi a crawlert, 2-vel pedig a srácokat. 3 plusz, 4 plusz. Mint? Ez oké. Okay. Úgy már nem, az 1 darab, 5-ös invu. Megvan. 2 a hólerekre, és sebez mindkettő. Jaj, de jó! Na, visszajönnek a dobásait szép lassan. Az egyetlen pozitívum, hogy a középső commander sikeresen kiiktatja a Dead Guard lángszólós karaktert a középső objektívára. Katonára. 4 plusz, 3 plusz. Jó, hallottam? Egy Tau roham? A krízisek rohamot jelentenek a Plague Marine-ok ellen. Ráadásul Levi Settu Defendbe rakja őket, tehát plusz 1-et fog kapni a Duithez. Na ebből mi lesz? 4 plusz. Ennyi darab, mínusz 1. Egyet bekaptam. És akkor gondolom most én üthetek vissza. Most akkor nézzük a kapitányt. Ugye neki összedobhatom az összeset újra. 2 sebet bekaptam. Hát így nem sok. A krízisek 2 wound-dal szegényebbek lettek. Körvégén Ducit csak az vigasztalhatja, hogy legalább a nagy engage összejött, ami neki 3 VP-t jelent, 10 VP-t kapott a foglalásból, és legalább egy Octarius is megvan. Cserébe egy darab CP-je sem maradt, úgyhogy kijelenthetjük, hogy ez a kör nem a Tau köre volt. A kérdés már csak az, hogy a Dead Guard-ok mennyire tudnak majd élni a hirtelen jött lehetőséggel. Sokkal jobban sikerülhetett volna, hogyha maradt még volna legalább egy CP-m, ugyanis már magával a roham tényével is okozhattam volna mortál wundokat. Erről elfeledkeztem, de mindenképpen rá kellett érni az objektívára, hogy legalább esélyem legyen későbbiekben elvenni. Ez nem a boldog arcom. Levi nekiveselkedik a harmadik körének. 3 objektívát foglal, és ez több, mint ami felett Duci rendelkezik, azonnal 15 VP az elsődlegesből. Egy CP-vel is gazdagabb lesz, ami azt jelenti, hogy már 2 áll rendelkezésére. A Dead Guard mozgásfázisból egyértelműen látszik, ahogy Levi megpróbálja uralni az elsődleges objektívákat, hiszen már az 5 VP-hez is 2-nek a foglalására van szükség, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a középső Plague Burst Crawler lassan eléri a Tau deployment zónját. A center jobb oldalra húzódik,
és a krízisek által berohamozott Plague Marine-ok visszavonulnak. A mozgásfázis végén a jó helyzetfelismerés meghozza gyümölcsét, hosszú méricskélés után ugyanis sikerül a csatatér közepére beimádkozni a Deep Strike-ból érkező terminátorokat. És nem marad ki a Spread the Sickness sem, így Levi már mindhárom hátsó objektívájára. Elvégezte ezt a másodlagost, újabb 3 VP-t szerezve ezáltal. A pszichfázisban a Miasma of Pestilence ismét létrejön, ezúttal a Mipitic Bright Howlerekre, ráadásul az egyik Remoradron túl közel lézengett a Deadguard varázslóhoz, ezért egy Mortal Wound-ot is kénytelen elszenvedni a jól sikerült pszichteszt után. Hát én nem tudom, hogy fogom még azt megölni, vagy mivel, úgyhogy én Smite-ot fogok választani. Na, de legalább egy már biztos, hogy kint van. Így már plusz egy Mortal Wound, tehát már csak 2-je van. Igen. És ugye a D3-at nem szeretnék egyest, nagyszerű. Hát akkor ez így elköszönt. Következzen a lövésfázis. A Dead Guard méregköpő ezúttal sokkal jobban funkcionál, és rövid úton elintézi a másik Remoradront. 4 pluszon. Egy talál. 5 plusz. Ez kisebb, maradt neki még 2. Akkor ez a muksi, ez ide belenyomja a flamereket. Kér D6 újra dobva. 6. A Terminátorok és a Plague Marine-nek kézi fegyverei azonban most nem zárnak jó kört, mindössze egy drón és egy sebesült Crisis Suit esik nekik áldozatul. A Terminátor az egy nagyon érdekes egység, mert ugye pontot ér az is, hogyha túléli, de ugyanakkor jó, hogyha végre valami pontot is csinál. De sikerült egy olyan pozíciót találnom, amivel arra készítettem az ellenfelet, hogy neki is hát kelljen gondolnia, hogy hova kell helyezni a többi unitját. Most jön még csak a java, lássuk a PBC-ket. A jobb oldali ismét 3 fegyverével 3 különböző irányba tüzel. Levi, ez a múltkor sem jött be. Innen a 2 entropi kanont azt belelövöm ide. Jó. A 6 darab lövést azt mindenképpen ide lövöm. Jó. És a mozsár ágyút belelövöm a commanderedbe, akit tudok lőni. Jó. Kezdem a mozsár ágyúval. Jó. Sebez mind a 2. Hát az egyik se. Oké, akkor az 4 seb. Oké. A kis ágyú az megy ide, és az entropi majd megy oda. Jó. Kis ágyú. Ez 2 halott. 2 halott. És akkor a 2 entropi a lényeg. Egy sebez. Nincs nem sikerül. Meg. Most azonban sokkal jobban sikerül, amit 2 talpas, egy Crisis Suit, és a középső Commander HP-jának nagy része bán. Következzen a már halálán lévő, előre tolt másik Plague Burst Crawler. Mozsárágyút, azt belelövöm a Crisis Suit-okba. 6 darab kis lövést, azt belelövöm a kicsikbe. És a lángszórót, azt meg belelövöm a Commanderedbe. 5 talált a lángszórókból, nem is rossz. Vajon elég lesz-e, hogy elpusztítsa a sérült Commandert? Akkor ez 3 plusz. 2 darab, mínusz 1-jel. Ej, éppen, hogy csak, de igen. Tuci ezzel a második commanderét is elvesztette, ráadásul ő a sereg warlordja volt, ami Levinek 4 VP az assassinate-be. Mivel Levi ennél a PBC-nél is kockáztatott, a többi fegyver is levesz még egy bakát és egy krízis warsuitot is. Ekkora pusztítás után a Mipitic Bright Howlerek már kicsit tanástalanul néznek körbe, ideális célpont nem lévén, az objektívákon ücsörgő gyalogságot veszik célba minden fegyverükkel. Mint látható, minimális veszteséget okozva. Lehet, hogy a 3 pluszos invuban lapító Riptide jobb választás lett volna? Levi Charge Phase-ben bejelent még egy rohamot is a krízisekre, az Overwatch ezúttal is ineffektív, de legalább a rohamdobás is sikertelen. A Dead Guard-ok nagyon jó kört zártak. Levi 15 VP-vel lett gazdagabb a foglalásból, 4-et kap az Assassinate-ből, 3-at a Spread the Sickness-ből, és mindkét CP-jét sikerült megőriznie. Én még mindig arra kényszerültem, hogy a 420 pontos Mipitic Blight Hauler tankokkal, a multimeltekkel lőjem a gyalogságot, mert azok csinálták a pontot, és hát a 3-as invul mentőt azt nem igazán tudtam könnyen lelőni. Azt hiszem talán 1 vagy 2 sebet okoztam direktbe, a többit azt leginkább saját magának, illetve a pszichfázisba sikerült lekoptatni. De nem mondanám azt, hogy én azt úgy nagyon lepüffeltem. Szerencse volt, nagy szerencse volt. Lássuk, van erre válasz a tauknak. Tuci jelentősen megcsappant erőinek élén, akcióba lép. 2 objektívát foglal, így ebből 5 VP-t kap, és egy CP-vel is gazdagabb lett.
az Ethereal fenntartja a Filnopéna urát, és a hármas invó érdekében a Riptide is ismét túltölti a reaktorát. Ennek most is egy mortál wound az ára. A Tau hadvezér próbálja menteni, ami még menthető, maradék gyalogsága és az Ethereal vad objektíva foglalásba kezd. A Riptide előre nyomul, a két túlélő krízis pedig megpróbálja Evitől elvenni az egyik saját objektíváját. Tuci egyre kevésbé bízik a szerencséjében, ezért a szélső Commander visszahát rá, hogy biztosan elintézze a középen előre tolt Plagueburst Crawlert. Deepstrike-ból érkeznek a Vespidek Levi deployment zónájába, a szándékuk nyilvánvaló, egy Octarius megírása, és így is van. A lövésfázist ismét egy EMP gránát indítja egy CP-ért, de sajnos Duci ezúttal nem talál. A megmaradt Commander fogcsikorgatva nyit tüzet a minden túlélő PVC-re. A kettes nem talál. Három darab 5 pluszos invó. Jaj, hát az idáig leves. Oké, szóval egy megvan, kettő fail. Első, 4 seb, az 3. Második, 5 seb, az 4. És Levi tankja végül megadja magát. Egy problémával kevesebb. Lássuk a Riptide képes-e megfordítani a csatát. Főfegyverét túltöltve megpróbálja elpusztítani az előző körben beérkezett terminátorokat, kis rakétái pedig az egyik Plague Marinosztag utolsó túlélőit célozzák. Kis rakéták az egy sebes Plague Marinba. Sebez, semmi. Úgy tűnik, az óriás Battlesuit ma bal lábbal kelt. A nagy ágyúja a termikbe. Ezt újra, mert ferde. Tök jó, hogy egyes lett, ami azt jelenti, hogy nekem egy mortál wound. Egy mortál woundért cserébe összesen egy terminátort sikerült kiütnie. Ráadásul a Plague Marine is életben maradt. A krízisek próbálják menteni a helyzetet és eltakarítani a már igencsak zirált Plague Marine osztagokat az objektíváról. A dobások eredménye azonban teljes kudarc. Egy kósza woundot sem sikerült okozni. Úgy tűnik, a harmadik kör amennyire jól sikerült Levinek, annyira katasztrofálisnak bizonyult a Tauk számára. 5 VP-t írtak a foglalásból, 3 VP-t a nagy engage-ből, és bár egy újabb Octariusszal is gazdagabbak lettek, ez bizony sovány vigasz. A negyedik kör elején Levi 3 objektívát foglal, de mivel Ducimaxnak sikerült biztosítani a saját DZ-ben lévő objektívákat, így ezért most csak 10 VP jár, CP-nek száma pedig 3-ra nő. A mozgásból úgy tűnik, Levi célpontjai ebben a körben a Riptide, valamint a Commander lesznek, és nem valószínű, hogy a termék elrontanak egy ennyire rövid rohamot. C-fázisban repül egy Smite a varázslótól, ez azonban még a CP rerollal sincs meg, Levinek 2 CP-je maradt, de legalább a miazma ismét sikeres a Mifitic Blightholereken, és most a Riptide kapja az ajándék Mortal Woundot a jó Psi dobásért cserébe. A lövöldözést ismét a kézi fegyverek nyitják, mérsékelt hatékonysággal. Itt a bolteres, az lövi a Riptide-ot, ők ketten pedig ide lövik az Infantry-ra a Blight Launchereket. Jó. Egy sebez. Átdobom a drónnak. Átvette, pajzsdrón, úgyhogy 5 pluszon életben marad. De életben marad. A bolterrel kal ide lövök, 2 Blight Launcherrel meg ide lövök. A bal hátsó objektíván lévő Fire Warrior-ök utolsó hírmondója egy gyönyörű dupla hatossal éli túl a Blight Launcherek ösztüzét egyelőre. A lángszóros csávó az mindent belenyom a unitokba. Crisis Suit. 3 plusz. 7 darab AP minusz 2. A Lord of Irons méregköpője ismét halálos. Ennyit a krízisekről. Az a hátsó objektívát biztosító baka rengeteg Matrixot nézhetett, mert 3 mentőt ismét megdob a Terminátorok sorozatai ellen. 3 darab mentő lesz, uram. Igen! Szép. A Commander már kevésbé ügyes, egyetlen wundja maradt, és még csak most jönnek a nagy puskák. A mipitikek eltüntetik a jobb hátsó objektíván kemperő gyalogságot, de a Riptide-ban nem tesznek kárt. 4 multimelta. Yes. Ez 2 pluszon nagyon megöli őket. Igen.
akkor azok elköszöntek. Jöjjön a Plagueblast Crawler. Három fegyver, ismét három célpontra. Ő a kis fedélzeti ágyúkat az belelövi a gyalogos unitba, entropi kanonokat belelövöm oda, és a etherált azt megcélozzuk a mozsárvetővel. Igen. Mozsárvető 5 darab, azt megtartjuk. 4 plusz. 6-os filmopén van. Ott van, egy sebben túlélte. Az etereál nyakát behúzva éppen hogy csak túléli a mortál találatokat, a talpasokat megmenti a pajzsrónjuk, a riftár energiapajzsát azonban beüti egy entropi kannon. Nagy ágyú. Sebez. Ha! Nincs szépém, úgyhogy nem tudom újra dobni. Ennek 4 hunt az ára. A Dead Guard sereg kifogyott a lövésekből, nézzük a rohamokat. Levi megpróbálja kihasználni, hogy Ducimaxnak nincsen már CP-je, és a Vespirek nem lőhetnek ingyen Overwatchot, ezért az egyik, majd a másik viharvert Plague Marine-osztag is megpróbálja berohanni őket, de vezérük mind a 2 9-es dobást elrontja. Bezzeg a Terminátorok egy dupla 6-tal csípik el a tőlük 3 incsre álló kommandert. Levi biztosra megy, és aktivál rajtuk egy CP-ért egy Vermic Whispers-t, amitől a bűzlő gyilkológépek plusz 1-et kapnak a hithez, ezek után pedig nem meglepő módon az utolsó kommandert is utoléri a végzet. Akkor most 2 pluszon verekszik. 3 pluszon bundoldag, gondolom. Igen. Meghalt. Plusz 3 VP a Dead Guardoknak az assassinate-hez. A termék ezek után sandán méregetik az objektíván álló Neo Betze nevű Fire Warrior-t, lassan felindulnak, hát ha a közelharcban már nem annyira fürge. A Dead Guard sereg ismét egy jó kört zárt, 10 VP a foglalásból, 3 az assassinate-ből, és bár a Spread the Sickness most nem sikerült, a Tauknak bizony már egy csodára lenne szükségük a győzelemhez. Lássuk, picsi kell elérniük. Ducimax nem az a feladós fajta, körelején 2 objektívája is megvan, 5 VP a foglalásból, és újra van egy CP-je is. Ezt azzal a lendülettel a Riptide-ba fekteti, egy Stimulant Injector Stratagem formájában, amitől az óriás Battle Suit max wound-on fog működni ebben a körben. Gyorsan bevállal még egy újabb Mortal Wound-ot a 3-as invú fenntartásáért, hát ha ebben a körben tud valami maradandót alkotni. Mozgásban a Riptide ráugrik a most már csupasz jobb hátsó Tau objektívára, az előre nyomuló gyalogos osztag maradéka pedig elvégez egy Octarius-t Levitér felén, így már csak egyetlen asztalnegyed van hátra. Mivel a Vespireket Levinek nem sikerült elcsípnie, így azok most visszavonulnak és megpróbálnak egyé válni a sziklával. Lövésfázis. Na nézzük azt a Riptide-ot. Hogy ez a Riptide, aztán mindent beleenged a crawlerbe. Kis rakéták. Sebez. 3. Oké, okay, egyet bekaptam. Nagy ágyú. Egy darab mortál van nekem, és 2 talál. Ez a modell a csata után lehet, hogy kalapács alá kerül, szó szerint. Duci nem jelent be rohamot, így a taukör véget is ért. 3 VP a nagy engage-ből, 5 VP a foglalásból, és egy újabb asztalnegyed az Octariusból. Mindez nem hangzik rosszul, de ha a győzelemhez eddig egy csoda kellett volna, most már az is kevés lesz. Levi utolsó köre kezdődik. Duci taktikus helyezkedése okán hiába foglal ismét 3 objektívát, csak 10 VP jár az elsődlegesre, így a maximális 45 VP-t a Dead Guardok már nem szerezhetik meg ebből a forrásból. A Taliment sikeres kántálásának köszönhetően azonban most 2 CP-hez jut, így már 3 CP-je van. Egyre nyomasztó fölényét kihasználva a mozgás fázisban a Dead Guard sereg 4 objektívát is irányítása alá von, így ha valami csoda folytán a Tauk túlélnék a kört, sem fognak tudni 5 VP-nél többet szerezni anélkül, hogy roppant szívós Dead Guard unitokat kelljen valahogy megsemmisíteniük. A pszichfázisban Lebi egy újra dobott smite-tal megszabadítja a Riptide-ot a maradék undjaitól. Hát én nagyon remélem, hogy egy smite-tal most így megoldjuk. Nem. Leroll. Smite. 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 Siker. Siker, az helyből egy mortal wound, meg a másikkal még egy, úgyhogy... Oké. Okay. Még 2 CP-je maradt, Ducinak pedig ezzel minden esélye elszállt. Innen mindent beleeresztek a marinokkal. Jó, oké. Okay. 2 Blight Launcher talál, sebeze. Sebez? Sebez mindkettő. Mind a kettő. 5 pluszos invu. Igen. Meghaltok. Oké. Okay. Akkor minden más leves. Minden más leves. Így van. Ugye most még 2 CP-m van. 1 CP-ből elhasználom
hogy a Terminátorok jobban találjanak, a Blight Launcher-es az lőni fogja a hősödet, mindenki más pedig lőni fogja a hátsó csávót. Rendben. Blight Launcher, rerollozom. Sevez mind a kettő. Meghalt. Mindkét CP-nek a nyakára hág a Death Guardok vezére, hogy a Terminátorok biztosan elpusztítsák az Ethereal-t, 3 VP-t szerezve az Assassinate-hez, és a Matrix rajongó megmaradt Fire Warrior-t is utoléri a sorsa. Eközben a Plague Marine-nek mindkét szárnyon megsemmisítik a maradék Tau gyalogságot is. Mivel Ducinak egyetlen drónja maradt az asztalon, amire még lőhetett volna a Plague Burst Squire és mindhárom Mipitic Blight Harrow is, a csata itt egy baráti készfogással véget is ér. Jó játék volt, Duci. Jó játék volt. Levi az ötödik körében 5 VP-t kapott a foglalásért, 3 VP-t az Assassinate-ért, illetve a játék végén még további 10 VP-t a To The Last másodlagos objektíváért, hiszen a Mipitikek és a Terminátorok is túlélték az ütközetet. Levi így 40 VP-t kapott az elsődleges objektívából, 32 VP-t a másodlagosakból, 10 jár neki a szabályok szerint a festettségért, tehát 82 VP-vel rendelkezik a csata végén. Tuci másodlagos objektívája következőképpen alakultak, 8 VP-t kapott a Retrieve Octarius datából, 12-t az Engage on All Frontsból, és sajnos 0-át a To The Last-ból, hiszen a teljes serege megsemmisült az ütközet során. Ez összesen 20 VP a másodlagosakból, ezt ki kell egészítenünk még 20 VP-vel az elsődlegesből, valamint 10 neki is jár a festettségért, így Lucinak összesen 50 VP-je van, tehát az ütközetet Levi nyerte 82-50 arányban. A tauk derekasan küzdöttek, de Nurgle hordája majd győzedelmeskedett. Most pedig hallgassuk meg a játékosok értékelését a csatáról. Hát azért elvárom magamtól általában, hogy 50 pontot megszerezzek, hogyha a festettséget nem számoljuk, most ez se sikerült, de hát ez így alakult. Pontosan reciprokok voltak a dobások, az elején nekem brutálisan jól ment, Levinek nem annyira, ami a végére hatalmasat fordult. Pláne az első kör után én abszolút nem számítottam arra, hogy a végére táblázom, vagy egyáltalán, hogy jól tudok kijönni ebből az egészből, úgyhogy ez számomra is nagy meglepetés volt, és ettől ezért gondolom azt, hogy ez egy nagyon érdekes játék volt mind a kettőnknek, és remélem, hogy lesz folytatása ennek. Ezzel búcsúzunk, köszönjük figyelmeteket, továbbra is várunk titeket az LNDHQ-n a már megszokott tartalmakkal, és időről időre ehhez hasonló újdonságokkal is. Sziasztok!